Igazi rangadóhoz méltó mérkőzést hozott az Uni Győr és a DVTK meccse a női kosárlabda bajnokság vasárnapi játéknapján. Ezúttal az egyetemi csarnok felújítása miatt a győrszentiváni Molnár Vidbertalan művelődési központban. Talán a szokatlan környezet miatt, de nem kezdték jól a meccset a győriek. Az első fél időben végigvezetett a Diós Győr 7-8 ponttal. Ennek az oka az volt, hogy az Uni Győr rendkívül pontatlanul játszott. A lehetőségek ugyan megvoltak, de a labdák gyakran a gyűrűről pattantak le. A félidei statisztika szerint a Diós Győr csaknem kétszer olyan hatékony volt mezőnyből az első 20 perc alatt. A harmadik negyedben aztán magukra találtak a győriek, előbb egyenlítettek, végül pedig 5 pontos előnyt is kiharcoltak az utolsó etap előtt. Az előny azonban a kelleténél talán jobban megnyugtatta a zöldfehéreket és felrázta a DVTK-t. Kicsit össze kellett szedni magunkat fejbe, hiszen a harmadik negyedben nagyon sokat hibáztunk mind védekezésben, mind támadásban, hiszen a Győr sokkal agresszívabban kezdett el védekezni, és ez összezavart minket. Aztán az időkérések és a negyedvégi megbeszélés után tisztáztuk ezeket a dolgokat, és ezáltal túl tudtunk lépni ezen. A piros mezesek minden energiát mozgósítva, kijavítva az előző negyed hibáit megfordították a meccset, így hiába küzdött nagyot az Uni Győr, már csak kozmetikázni tudott a végeredményen, ami így 76-73 lett a miskolciak javára. Nem sikerült tehát jól Völgyi Péter klubrekordot jelentő 140. meccse a győri kispadon. Tudtunk védekezésbe váltani a harmadik negyedbe, ezt a Diós Győr bár két időt is kért, nem tudta lereagálni, és ott 11-2 pontos hátrányból pillanatokat csináltunk előnyt. Talán kicsit meg is nyugtatta ez jobban a csapatot, mint kellett volna, hiszen a zónavédekezésen nagyon akadozott utána a játékunk, nem találtuk meg a helyzeteket, és ezzel tudott visszajönni a mérkőzésbe szerintem a Diós Győr. Ettől függetlenül lelk alapra előttük, hiszen ők jól játszottak nagyon, és kicsit jobban is dobtak a három pontos vonal mögül, mint mi. Nekünk sok passzív támadásunk volt, ahol igazából nem találtuk meg a helyzetet, és az ő védekezés váltásaikra nem reagált jól a csapat. Az Uni Győr jövő szombaton az MTK otthonában javíthat, legközelebb pedig hazai pályán a Ceglédet fogadják március 18-án.